Gyakran mondom, hogy a tőzsde, befektetések világába pontosan soha nem láthatod a jövőbeli árfolyamozgásokat, a legnagyobb indulat mellett is mindösszesen valószínűségekkel dolgozunk. A mostani videóban annak járunk utána, hogy pontosan mi ennek az oka. Köszöntelek újra! Amennyiben tetszik a videóm, és úgy érzed, hogy segítségedre van, akkor kérlek kattints el a jobb oldali sarokban lévő subscribe feliratkozás gombra, illetve a kis harangocskát is nyomd meg, hogy folyamatosan tájékoztatást kapjál az újabb videókról. A mostani videóhoz az ihletet egy találkozás adta egy befektető társunkkal, aki már hosszú évek óta kereskedik befektet. Ezen idő alatt szüntelenül a tuti kereskedési módszert kutatta, amelynek a segítségével azt vélelmezi, hogy majd előre tudja jelezni az árfolyam mozgásokat. Alapvetően barátunk az én világom szerint, az én hitem szerint teljesen tévúton jár, és a mostani videóban erről szeretnék téged meggyőzni, hogy ne ezekre a dolgokra koncentráljál, ne a jövőbeli árfolyam mozgás próbál előre meghatározni, mert úgyse fog pontosan menni. Hogyha már az árfolyam mozgásnál tartunk, akkor ha rápillantasz egy árfolyam görbére, akkor elsőre láthatod, hogy minden ember által kereskedett termék hullámmozgást végez. Az árfolyam mozgást a vevők és az eladók harca alakítja ki. Az éppen aktuális árfolyam a pillanatnyi törékeny egyensúly a két fél között. Amennyiben a vételi oldal az erősebb, akkor egy emelkedő hullám alakul ki, amennyiben az eladói oldal az erősebb, akkor pedig egy csökkenő. Amennyiben azt gondolod, hogy vannak egyértelmű dolgok a tőzsdén, amelyek teljesen tiszták és előreláthatóak, mindenki számára egyértelműek, akkor gondolj arra, hogy minden pillanatban mindig van vevő és eladó is a piacokon, vagyis ugyanarról a szituációról, ugyanazokról a hírekről, ugyanarról az árfolyamgörvéről, befektető két csoportja homlok egyenes ellenkező véleményt alakít ki, az egyik szerint fölfele fog menni az adott termék árfolyama, a másik szerint pedig lefelé. Természetesen a kettő közül csak az egyiknek lehet igaza. Amikor esetleg mégis úgy érzed, hogy valami nagyon tiszta és egyértelmű számodra, akkor sajnos ez mindösszesen csak egy benned lévő érzés, és alapvetően az égvilágon semmi köze ahhoz, hogy majd a jövőben ténylegesen mi fog történni. Az árfolyam mozgás emberi akciók eredményeképpen alakul ki, miszerint vásárolsz vagy eladsz. Azt, hogy mit fog csinálni Pisti, Julcsi, egy befektetési alapkezelő portfólió menedzsere, azt előre nem tudhatod. Így az se, hogy befektetési döntésével a vételi, avagy eladási oldalt fogja erősíteni. Részben ez az oka, hogy előre nem láthatod a jövőt, hiszen az egyedi emberi döntések sorozata az kiszámíthatatlan. A másik ok, amiért nem láthatod pontosan a jövőt, az az, hogy a tőzsde, a befektetések területe eszméletlenül komplex. Ez az egész egy ember által létrehozott képződmény, de sikerült olyan bonyolultra megalkotni, hogy maga az alkotó, vagyis mi emberek se látjuk át pontosan. Vegyük például az OTP árfolyamát. Soha büdös életben nem leszel képes átlátni minden árfolyamot befolyásoló információt. Sőt, erre egy befektetési bank elemző csapata se képes. Ennek oka, hogy a globális tőkepiacok korába egy hosszú-hosszú láncra van felfűzve minden termék, így minden mindennel kapcsolatban van. A lényeg tehát, hogy irtózatosan sok információ befolyásolja egy kereskedés, egy befektetés lehetséges kimenetelét, és ezen információkat te sohasem tudod a kis fejedben összegezni. Elég csak a 2008-as hitelválságra gondolnod, ahol jó, rossz, illetve közepes jelzálogitelekből gyúrtak össze pénzügyi termékeket, amelyeket aztán újra összecsomagoltak, és egy még nagyobb csomagot csináltak belőle, amiből egy még nagyobbat, és a végén maguk a Wall Street-i bankárok se tudták, hogy miben állnak a dollármilliárdok. Pénzügyek, befektetések, tőzsde területe roppant szerteágazó. Szó szerint eláraszt az információ. Éppen ezért a kereskedési környezetben soha nem rendelkezhetsz teljes körű ismeretekkel a döntésed következményeivel kapcsolatosan. Látom a szemedben, még most is kételkedsz, és azt gondolod, hogy te leszel majd az a kivétel, aki képes lesz az összes létező információt latba vetni, és majd bölcs, racionális döntést hozni. Az ok, amiért ezt nem fogod tudni soha megcsinálni, a fejedben, azon is belül, az agyadban és az agyműködésedben rejlik. Elméd másodpercenként 110 bit információt tud feldolgozni. Tudom, ez a szám most így elsőre nem sokat mondott, a bit a számítás technikában használt adatmennyiség legkisebb egysége. Csak hogy erről a 110 bit adatmennyiségről képet tudjál alkotni, az, hogy én most beszélek hozzád, te látsz engem is hallgatsz, ez másodpercenként 60 bit adatmennyiséget emészt fel. Ezért van az, hogyha egyszerre két ember beszél hozzád, nagyon odafigyelve, még meg tudod őket érteni, de hogyha már három ember beszél hozzád, akkor csak az idegesítő hangorkán jut el hozzád. Tudósok szerint a jelenkorba csak képi információból olyan bődületes mennyiség önt el minket, amelynek 1-2%-át vagyunk képesek elménkkel feldolgozni.
Agyad ebből kifolyólag megszűri az információkat, amelyek további kalamajkát okoznak, erről majd esetleg egy következő videóban beszélek. Összefoglalva, nem láthatod a jövőt, mert egyrésztről emberek hoznak befektetési kereskedési döntéseket, és te előre nem tudsz belelátni a fejükbe, hogy mit fognak lépni. Másrésztről a bődületes mennyiségű információt, amely az árfolyamokat befolyásolja, nem vagy képes feldolgozni, ebből kifolyólag racionalizmusod a tőzsdei környezetben mindig erősen korlátozott. Agyad meggyőződéseid szerint megszűri az információkat, ebből kifolyólag a kereskedési döntést nyugodtan nevezhetjük inkább szubjektívnak, semmint racionálisnak. Mi van akkor, hogyha te folyamatosan döntéseket hozol, de nem látod előre a döntés kimenetelét? Bizony, akkor benne van a pakliba, hogy rossz döntés hozol, ami a tőzsde kereskedés világába az árfolyamvesztességet jelenti. Az árfolyamvesztesség tehát a játék része. Ezt különben nagyon sokan nem tudják elviselni, ez az oka részben, hogy folyamatosan a tuti kereskedési módszer keresik, amelyről már beszéltünk ugye, hogy nem létezik. Egyszerűen el kell fogadni a tényt, hogy nem látod a jövőt, illetve azt, hogy a piacokon bármi megtörténik. Hogyha ezt megteszed, akkor mányira nem fog frusztrálni az, hogyha nincsen igazad, ami különben óvatatlanul megtörténik. Hidd el, biztosan megtörténhet, hogy a te részvényed ára olyan szintre zuhan vissza, amelyet te korábban elképzelhetetlennek tartottál. De az is előfordulhat, hogy olyan magasságokba szányal egy termék árfolyama, amelyet te szintén nem tudtál elképzelni. Sőt, akár az is lehet, hogy zombi járvány tör ki. Amennyiben képes vagy belátni, hogy egy kereskedőnek, befektetőnek nem a jó szerepébe kell tündökölnie, hanem mindösszesen valószínűségekkel dolgozol, és az a feladatod, hogy képes legyél megmondani, hogy amennyiben felfele megy az árfolyam, akkor mit csinálsz, illetve hogy lefele megy az árfolyam, akkor mit csinálsz. Valamint célod az, hogy ha igazad van, akkor nagyot nyerjél, illetve ha nincs igazad, akkor csak ennél jóval kisebb árfolyamveszteséget legyél hajlandó elszenvedni. Ha ezeket megértetted, elfogadtad, és elkezdesz tenni is értük, akkor már meg is tetted a legfontosabb lépést a tőzsdei siker irányába. Köszönöm szépen a figyelmedet! Amennyiben a videó segítségedre volt, akkor kérjél kattintsál a feliratkozás gombra. Találkozunk jövő héten!